Itt a Biatorbágy 1 perces. Köszöntöm Önöket! A belügyminisztérium előzetes felmérést készít a magyar háztartások barna kőszén igényét illetően. Biatorbágyon az ezzel kapcsolatos dokumentumot szeptember 28-áig lehet leadni személyesen a polgármesteri hivatalban vagy e-mailben. Szeptember 23-a és 27-e között közműépítési munkálatok miatt lezárják a Sándor utca felől a Szentháromság tér felé vezető egyirányú szervizutat. Tegnap este füstölő autóhoz riasztották az önkéntes tűzoltókat a Baross utcába. Személyi sérülés nem történt. Közepesen felhős, záporokkal tarkított napunk van, a nap csak olykor bújik elő. A hőmérséklet napközben 18 fokig emelkedik. Este és éjszaka 5 fok várható. Köszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk, viszontlátásra!